start elindultan a 5. futama, ez az Arena Handicap. A favorit Best Heart kezd lassabban a többiekhez képest, aki pedig elmehet vezetni, az Hajnal Modár, de Capo La Gala is ott van közvetlenül mellette, mögötte. Orhán zárkózik a 3. helyre, Cenzor, Felicsit a Gör, 3 osza mögöttük Best Heart, de hát ő mind a két versenyt úgy nyerte, hogy a végén tudott egy nagyon komoly hajrát lenyomni. Az első néhány száz méter elteltével azért összességében együtt a 6 lovas mezőny, a falon Capo La Gala jön vissza oda Hajnal Madár mellé, ők ketten diktálják a tempót, Orhán nagyon szorosan mellettük, mögöttük egyelőre a 3., aztán Felicsit a Gör következik, Cenzor mögöttük 2 osszal, és Cenzor mellé most már a 800-as táblánál megérkezik Best Heart. A kanyar közepén Capo La Galának van egy jó félhosszas előnye, talán most már egy hossz is van Hajnal Madárral szemben. Capo La Gala, illetve Hajnal Madár, Felicsit a Gör jön a 3. helyre, picit, mint hogy Orhán kezdene fáradni, bent a falon a korlát mellett, pedig Cenzor igyekszik nyerni néhány métert, hogy aztán a finishben tudjon majd támadni. Capo La Gala, Hajnal Madár, Felicsit a Gör frissnek tűnik, Cenzor korán sem annyira Best Heartot lovagolnia kell már azért Georgievnek, de talán a végén még majd el tud indulni. A távoszlophoz érve Felicsit a Gör átveszi most már Hajnal Madártól a vezetést, Felicsit a Gör, Hajnal Madár, Best Heart indítja el a hajráját, de most már csak 100 méter van hátra, Felicsit a Gört innen azért nem nagyon lehet talán most már utolérni, Felicsit a Gör, Hajnal Madár, Best Heart, ez marad a befutási sorrend, Felicsit a Gör nyeri az Arena Handicapet Hajnal Madárral és Best Hearttal szemben. Capo La Gala a 4., Cenzor az 5., Orhán messze a sor végén.